Tisztelettel köszöntöm 107 című rendőrségi magazinunk nézőit. A következő néhány percben híreket hallhatnak a Tapolcai Rendőrkapitányság közelmúltban történt eseményeiről, vádemeléssel, illetve bíróság elé állítással zárult ügyeiről, aktuális baleseti helyzetünkről, valamint a megelőzési tevékenységről. Bravúros gyorsasággal fogták el a rendőrök a zsarolót. A 26 éves zalahalápi lakos 2016. január 2-án telefonon keresztül fenyegette meg egyik ismerősét, akitől 50 ezer forintot követelt. A sértett azonnal feljelentést tett a Tapolcai Rendőrkapitányságon. A nyomozók még aznap délután az 50 ezer forint átadásakor Tapolca egyik töltőállomásán fogták el a gyanúsítottat. Két nappal később zsarolásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyorsított eljárás keretében a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya bíróság elé állítását kezdeményezte. Súlyos testi sértés büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozás zárult a napokban vádemelési javaslattal. Egy győri lakos 2015. július 2-án Rév Fülöp egyik szórakozó helye előtt bántalmazott egy 18 éves veszprémi férfit. A gyanúsított szóváltást követően először megütötte áldozatát, majd mikor az földre esett, egy alkalommal fejbe rúgta. A helyszínre érkező Varga Mátyás és Ruzsa Zoltán főtörzsőrmester körzeti megbízottak a győri férfit előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Ellene súlyos testi sértés büntetének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást vádemelési javaslattal zárták, az ügyet a Tapolcai Járási Ügyészségnek adták át. Szóváltásba keveredett volt barátnőjével Tapolca egyik utcájában egy 21 éves gyulakeszi lakos 2015. július 16-án. A férfi felindultságában feldöntött egy útjába kerülő hulladéktároló konténert, majd ezt követően egy személygépkocsit is megrongált. A helyszínre érkező Gerencsér Olivér rendőrtörzsőrmester és Strik Gábor rendőrfőtörzsőrmester körzeti megbízottak adatgyűjtése során nyert megállapítást a gyanúsított személye. Ellene garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást, melynek iratait a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya napokban vádemelés kezdeményezésével továbbította az illetékes hatóságnak. Egy helyi polgárőr értesítette a rendőrséget 2015. szeptember 25-én Medsáska egyik buszmegállójában verekedés tört ki. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy egy 19 éves zalahalápi lakos egy 18 éves uzsai fiatalembert és egy 17 éves lesencetomai lányt bántalmazott. Az zalahalápi férfi ellen garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a napokban a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya vádemelés javaslatával zárta. Cipőjébe rejtette a lopott pénzt, miután 2015. november 14-én a Kékuti Ásványvíz ZRT Kékuti épületében feltört egy öltözőszekrényt. A rendőrséget a cég egyik munkatársa értesítette. Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy az üzemben dolgozó egyik Lesence Istvándi lakos korábban már követett el kisebb értékre lopás szabálysértést. A rendőrök kérdésére a férfi azonnal beismerte tettét, és elmondta, hogy az ebédszünetben egy vajazókés segítségével rongálta meg, és feszítette fel a közös öltöző egyik szekrényét, majd az ott talált készpénzt a cipőjébe rejtette. Ügyét dolog elleni erőszak és lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal zárta, és továbbította a Tapolcai Járási Ügyészségnek a rendőrség. Otthonában fogták el a rendőrök 2016. január 18-án azt a 28 éves, többszörösen körözött tapolcai férfit, aki ellen a Tapolcai Járásbíróság becsületsértés, a Veszprém megyei törvényszék büntetés végrehajtási csoportja pedig önbíráskodás miatt adott ki elfogató parancsot. A körözött szemét elfogása után a Veszprém megyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Munkáltatója autóját rongálta meg 2015. október 16-án egy 24 éves sáskai lakos egy helyi áruház parkolójában. A járműbe több alkalommal belerúgott, majd egy vascső segítségével lefeszítette mindkét rendszámtábláját, és azokkal együtt távozott a helyszínről. A bejelentést követően Molnár Tibor rendőr főtörzászlós körzeti megbízott és járőrtársa azonnal a férfi felkutatására indultak, akinek egyik ismerőse udvarában megtalálták a hatósági jelzéseket. A férfi ellen az egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt indítottak nyomozást,
A napokban befejezték, s vádemelés kezdeményezésével az ügyiratait a tapolcai járási ügyészségnek továbbították. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki riasztó fegyverrel lövöldözött Tapolca egyik szórakozó helye előtt. A 29 éves tapolcai lakos 2016. január 16-án keveredett szóváltásba két fiatallal, ami végül tetlegességig fajult. A gyanúsított ezt követően távozott, majd egy gumilövedék kilövésére alkalmas riasztófegyverrel tért vissza. Az épület előtt lévőket megfenyegette, majd több lövést adott le a fegyveréből. Ennek során az egyik gumilövedék a hátán eltalált egy 19 éves tapolcai férfit. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a sértett könnyű sérüléseket szenvedett. A tapolcai rendőrkapitányság járőrei a helyszínen elfogták a lövöldözőt, jelenleg ellene garázdaság büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyamatban van a nyomozás. Ittasan okozott balesetet egy tapolcai lakos 2015. december 8-án. Az esti órákban közlekedett gépjárművével a 77-es számú főútvonalon Tapolca felől Monostor-Apáti irányába, amikor egy balra ívelő útkanyarulatban egy vad futott át előtte az úttesten. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, minek következtében lehajtott az útpatkára és egy fának ütközött. A baleset helyszínelése során végzett alkoholszondás ellenőrzés a férfinál pozitív eredményt mutatott. Ellene ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folytatott nyomozást lezárták, és a tapolcai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya bíróság elé állítását kezdeményezte az illetékes ügyészségnél. Tapolca és Szigliget között történt balesethez riasztották a tapolcai rendőrkapitányság baleseti helyszínelőjét 2016. január 14-én délelőtt. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 22 éves nemes gulácsi férfi személygépkocsijával egy jobbra ívelő útkanyarulatban megcsúszott, átsodródott a szemközti forgalmi sávba, és nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedő 39 éves szigligeti nő által vezetett járműnek. A baleset során mindkét jármű vezetője és a férfi mellett ülő 57 éves utas is megsérült. A balesetet okozó férfi ellen közúti közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége miatt büntető eljárás indult. Átrepült járművével a patak felett és a mocsárba zuhant egy hegymagasi 23 éves férfi. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatalember 2016. január 15-én személygépkocsijával közlekedett a 77. számú főútvonalon Veszprém felől Tapolca irányába. Haladása során a Vigánt-Petend és Kapolcs közötti útszakaszon egy jobbra ívelő útkanyarulatban a nedves úton megcsúszott, áttért a szemközti forgalmi sávba, majd a szalagkorlátra hajtott. Ennek hatására a jármű tengelye körül átfordulva a patakon túli mocsárba zuhant. A járművet vezető férfit a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a tapolcai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. És végül, de nem utolsó sorban a megelőzési tevékenységről. A tapolcai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és megelőzési előadói a passzív biztonsági eszközök használatára hívták fel a figyelmet 2016. január 28-án a Tapolcát és Tapolca Diszelt összekötő útszakaszon. A rendőrök a megállított járművezetők egyikénél sem tapasztaltak hiányosságot. A rendőrség a passzív biztonsági rendszerek fontosságának hangsúlyozása mellett nagy hangsúlyt fektetett az egyéb szabálysértések kiszűrésére is. Rausz István rendőr alezredes, kapitányság vezető tartott bűnmegelőzési előadást 2016. január 26-án a Tapolcai Nők Klubjában. A Vas Albert könyvtárban megrendezett eseményen beszámolt a városban leggyakrabban előforduló jogsértésekről és azok megelőzési lehetőségeiről, továbbá válaszolt a mintegy 60 fős hallgatóság kérdéseire. Megkezdődtek a második tanítási félév közlekedésbiztonsági tanítási órái a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén található általános iskolákban. A biztonságos közlekedésre nevelés alapvető követelmény már a legkisebb korosztály számára is. Az iskolák vezetőségeinek együttműködésével a speciális tanórák meghatározott rendszer szerint kerülnek beépítésre az órarendekbe, melynek eredményeképpen folyamatos munkával interaktív módon sajátíthatják el a tanulók a biztonságos közlekedés alapjait. Mára ennyi volt a rendőrségi hírek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk két hét múlva, viszontlátásra!